Kezdjen állunk a bevásárlást minőségi Coop termékek kedvező áron. Szezonális zöldség és gyümölcs széles választékban. Hűségpontokkal akár 62%-kal olcsóbban vásárolhat minőségi törölkezőket. Térjen be hozzánk, megéri. Belvárosi Coop ABC. CETEV gyárabotás Egerben 770 új munkahely jön létre a megyeszékhelyen. Újjászületett a bárányuszoda, a vizes sportok utánpótlás bázisa lesz a létesítmény. Kerékpártúra két út közre, 150-en vettek részt a szabadidős programon. Önkéntes tűzoltóverseny a Magyar Tárházban, a Füzesabonyi Egyesület két ifi csapattal vett részt a megmérettetésen. 57 hajtó mérte össze tudását és ügyességét a 4. besenyőtelki fogadhajtó versenyen. A hazai színekben induló Dani Marcell Balázs C kategóriában megyei bajnok lett. Szezonnyitó az Egri Polgárok Házában, aktív őszre készülnek a házigazdák. Egri klasszikus filmmaraton, világhírű alkotások és művészek az Uránia moziban. A Mohácsi csata az utókor szemével, vendégünk a stúdióban Varga Dániel történész. Köszöntöm nézőinket, Önök a Városi Televízió hírmagazinját, a heti krónikát látják. Ünnepélyes keretek között adták át a CETEV Hungária Kft. Új gyártócsarnokát múlt csütörtökön. A beruházás 31,5 milliárd forintból valósult meg, 770 embernek ad munkát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a rendezvényen úgy fogalmazott, az újabb autóipari fejlesztésnek komoly hatása van az ország gazdaságára. Tavaly júliusban tették le az alapkövet, a gyors építkezés után csütörtökön átadták a CETEV új gyártócsarnokát, ahol már elkezdték gyártani a személygépjárművek számára a 8 fokozatú automata sebességváltókat. Az átadó Mihály Hánka, a CETEV csoport termelését felelős alelnöke azt mondta, a vállalat 1996 óta van jelen Magyarországon sikeresen. Az új telephelyel kiterjesztettük globális hálózatunkat, hogy versenyképes struktúrákat hozzunk létre a CETEV csoportban. Azért döntöttünk Eger mellett, mert az itt dolgozóknak nagy tapasztalatuk van a sebességváltó gyártásban, és jók az infrastruktúrális feltételek. Hangsúlyozta továbbá, a jövőben szeretnének még több helyi beszállítóval együttműködni. A beszállítók 45%-a magyar jelenleg. A PD Vízió vezetője arról szólt, a gyáravatás nem újszerű dolog a cég történetében, mégis fontosnak vélik, hiszen ez a régióban és az itt élő embereknek is nagy jelentőséggel bír. Stefan von Schuckmann kiemelte, bár kihívásokkal jár egy ilyen beruházás, megerősíti nemzetközi pozíciójukat is. Habis László Eger polgármestere páratlannak nevezte ezt a fejlesztést Eger ipar és város történetében. Azt mondta, a CETEV Hungária kormány stratégiai partnere eddig 145 millió eurót fektetett be a városban. Több önkormányzati döntést hoztunk az elmúlt időszakban, így a beruházás ösztönzési és munkahelyteremtési helyi támogatási programról büszkék vagyunk arra, hogy ezzel a munkánkkal elnyertük a HIPA befektetőbarát település díját. Mint egy 10 hektáros önkormányzati tulajdonú terek zöldhasználati jogát biztosítottuk a beruházáshoz, ennek ellenértékével azonos munkahelyteremtési támogatásról döntött az egyik közgyűlés. Mint befektetési zónában, városi befektetési zónában 3 évre vonatkozó építményadómentességet biztosítottunk. Jelentős út és egyéb infrastruktúra fejlesztést valósítottunk meg, elektromos kapacitásbővítés, infrastruktúra kiváltásokat, közműkiváltásokat. Úgy gondoljuk, hogy jósán fárkodtunk az Európai Uniós, a kormányzati és a saját városi pénzügyi forrásokkal. Folyamatos együttműködés volt a HIPA, a CETEV, az önkormányzat, a kormányzati szervek, a megyei kormányhivatal között. Az új beruházás 770 embernek ad majd munkahelyet, mondta Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője. Mára egyértelműen kimondható, hogy azok, akik Egerben és környékén dolgozni akarnak, azok ezt biztosan megtehetik, erre megvan a lehetőség. Engedjék meg, hogy ezért köszönetet mondjak ma
Magyarország kormányának, hogy döntéseivel elősegítették, hogy a CETEF újra Eger mellett döntsön, újra Egert válassza. Köszönettel tartozom Szijjártó Péter miniszter úrnak, barátomnak, hogy mint mindig, most is kiállt Eger mellett, mellettünk. Tisztelt miniszter úr, tartsa meg ezt a jó szokását, az egriek a jövőben is számítanak önre. Köszönet és hála a CETEF nemzetközi és hazai vezetőinek. Ők rendelkeznek a jó döntés képességével. Köszönjük nekik ezt, hogyha szeretett városunk Eger és a CETEF kapcsolatát jellemeznünk kell, akkor a tisztelet, a minőség, a hűség és az a kölcsönös segítségnyújtás jellemzi azt. Eger és a CETEF barátsága egy rendkívül gyümölcsöző kapcsolat. Külön köszönöm nekik, hogy támogatják városunkban a sportot. Eger vízilabda szerető közönsége, ezért külön hálás nekik. Köszönöm szépen Ésik Róbert és kollégái segítségét, támogatását. A gyáravatón ott volt Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter is, aki arról beszélt, új világrend van kialakulóban, melynek nyertesei azok az országok lesznek, ahol a lehető leggyorsabban megy végbe az új technológiák digitális forradalma. Az újkori ipari forradalmat az autóipar vezényli, ami komoly hatással van Magyarországra is. Mai napon pedig tisztelt hölgyeim és uraim, Győr, Kecskemét, Debrecen és Szentgotthárd után Egerben is egy nagyon komoly autóipari sikert ünnepel. A CETEF ugyanis a világ egyik legnagyobb autóipari beszállító vállalata. És egy nagyon komoly, több európai helyszínt is érintő versenyt kellett megvívnunk hónapokon keresztül, mielőtt meg tudtunk állapodni a CETEF-szel arról, hogy végül Magyarországra, Egerbe hozzák ezt az újabb beruházást, amely beruházásnak az értéke 31,5 milliárd forint, és ezzel a 31,5 milliárd forintos beruházással 770 új munkahely jön létre Egerben. Ráadásul 150 ezer 8 sebességes automata váltó gyártását tűzték ki évente célul úgy, hogy ez a szám 500 ezerre fog felmenni néhány esztendőn belül. Tekintettel arra, hogy az autóipar egyik vezető vállalatáról van szó, amely magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre Magyarországon, Magyarország kormánya 6,7 milliárd forintos készpénz támogatásban részesítette a CETEF Egri beruházását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy olyan vállalatról beszélünk, amely több mint 100 éves hagyományokkal rendelkezik, több mint 20 éve van jelen Magyarországon, 146 ezer embert foglalkoztatnak a világ összesen 40 országában, és az autóipar megújítását célzó kutatásfejlesztésben is élen járnak, hiszen a tavalyi esztendőben több mint 660 milliárd forintnak megfelelő összeget fordított a kutatás fejlesztése, amely egy év alatt 14%-os növekedés jelent. A Volkswagen csoport, a Volvo, a Renault, a Nissan és a világ számos nagy automárkája tartozik a CETEF vásárlói közé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a 20 évet is meghaladó közös történetünkből fakadóan nem csak Eger és a CETEF, de a magyar gazdaság és a CETEF kapcsolata is most már kellőképpen megalapozottnak tekinthető. Egerben jelenleg 1265-en vallhatják magukat a CETEF dolgozóinak, és most ez a szám fog több százal növekedni. Ráadásul önmagán túlmutató hatása van ennek a beruházásnak, hiszen a CETEF széria elemeinek gyártása során 45%-ban magyar beszállítókat vesz igénybe. A miniszter hozzátette, a CETEF új befektetése is azt jelenti, hogy a világ gyárai úgy tekintenek Magyarországra, mint egy olyan helyre, ahová érdemes beruházni. A beszédek után átvágták a szalagot, majd bemutatták azt a sebváltót, amit az új csarnokban gyártanak. Ez az a bizonyos CETEF Hungária új termék, a személygépjárművekbe kerülő 8 fokozatú automata sebességváltó. Ezt az átadót követően alá is írták a jelenlévők. Kezdetben 150 ezer ilyet gyártanak majd, de a cél az évi 500 000 darab.
2011-ben indult az egri bárányúszoda rekonstrukciója. Az 1925-ben átadott nyitott versenyúszodában generációk olimpiai, világ és Európa bajnok vízilabdázók, úszók nőttek fel. A 21. század követelményeinek megfelelő modern sportlétesítmény taós forrásból és önerőből valósult meg. A beruházás értéke több mint 2 milliárd forint volt. Átadták a 2 milliárd forintból teljes körűen a modernkor igényeinek megfelelően felújított egri Bárány István úszodát péntek délelőtt, azt a sportlétesítményt, ahol 1925 óta több generáció sajátította el az úszó és a vízilabda sport alapjait és az utánpótlás nevelés bázisát képezi. A felújítást több forrásból finanszírozták, a Modern Városok programból Eger önkormányzatának és a Vízilabda Szövetség TAO pályázatának támogatásából. A megnyitó a Csíkzenekar prímásának Szabó Attilának a fellépésével kezdődött, aki az alkalomra átírt LGT számot játszott. Van, aki szurkol, és van, aki nem kesik. Van, aki leszurkol, és aki nem segít. Van, aki ösztöki, van, aki ostoroz. Van, aki kerettag, és akad, aki oszlopok. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Az átadón ott volt Szabó Tünde, az elmi sportért felelős államtitkára is, aki mint volt úszó, azt mondta, mindig öröm számára Egerbe jönni, hiszen a Bárányban is sokat versenyzett. A Modern Városok program keretében ma újabb állomáshoz érkeztünk, hiszen tudjuk, ezt a fejlesztési programsorozatot azzal a céllal hívtuk életre, hogy a megyei jogú városok, köztük Eger olyan központokká válhassanak, amelyek a helyi gazdaságfejlesztés motorjai lehetnek, ahol minőségi életet lehet élni és tartalmasan lehet eltölteni a szabadidőnket. Ennek a programnak a keretében az önök fantasztikus úszodáját, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ egyik meghatározó elemét adhatjuk ma át. Mint azt önök nagyon jól ismerik, és ahogy hallhattuk is, 1925-ben az akkori, még nem így hívták, Bárány István sportúszoda jelentette Európa első forrásvízzel működő versenymedencéjét. Ezen túlmenően is korát messze megelőző műszaki és mérnöki megoldásokat tartalmazott. És igazán akkor nőtte ki magát az intézmény, amikor 1951-ben a medence köré lelátót építettek. Bízom benne, hogy a mostani rendkívüli fejlesztéseknek köszönhetően legalább ennyire fogják szeretni ezt a fantasztikus 21. század kívásainak megfelelő úszodát is, amely az egri vízilabda klub és a Magyar Vízilabda Szövetség felelősség vállásának is köszönhetünk, hogy a mai napon ez ma létrejött, ez az átadó ünnepség. Kiemelte azt is, hogy szemmel láthatóan fejlődik Eger. Véleménye szerint a vidéki Magyarország fejlődésének kulcsa a vidéki városokban van. Habis László város polgármester az átadón azt mondta, az élet értelméről szól a bárányúszoda felújítása, aminek megvalósítását sokan támogatták, köztük Nyitra és Zsoltegeri térségének országgyűlési képviselője is, majd ismertette, mi mindent újítottak fel a medencén túl az úszodában. Néhány szót a műszaki tartalomról, távirati stílusban. A medence téli használatát elősegítő, melegvízzel táplált csőkígyó, vízforgató épület. A töltési idő lerövidítés érdekében egy buffertároló létesű, új termálvízzel működő melegedő medence van, forgatott rendszerű új tanmedence és egyéb létesítmény. A kor legmodernebb épületépészeti rendszerei valósultak meg, a hagyományos és alternatív energiaordozók egyidejű meglétével. Az épület téli fűtés és nyári hűtés igényét, a használati meleg vízellátást őszivattyú szolgálja és segíti, napkollektor létesült, napelem rendszer valósult meg, az épület jelentőségben padlófűtés, hűtő-fűtő berendezések, hővisszanyerési technológiával rendelkező, légkedvelő berendezések és sorolhatnak. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke Kemény Dénes emlékeztetett arra, hogy ez a medence a bölcsője annak a 6 olimpikonnak is, akiket Eger adott az országnak. Majd a szalagátvágást követően gálameccsekkel folytatódott az ünnep. A CETEF-Eger csapatai mérkőztek meg egymással a felújított medencében. Évről évre többeket vonz a Füzesabony-Szihalom Szociális Család és Gyermek Jóléti Központ
őszi kerékpár túrája a kétútközi Gréful kastélyhoz. Szombat délelőtt a füzesabonyi polgármester hivataltól indult a népes csapat, akikhez sokan csatlakoztak Szihalomról is. A hivatal épület előtt gyülekeztek a kerékpártúra résztvevői. Jó hangulatban várták a rajtot, és az időjárása sem lehetett panasz. A Szociális Központ rendezvénye igazi közösségi programmá nőtte ki magát. A Füzesabony Szihalom Szociális Család és Gyermekjóléti Központ már harmadik alkalommal rendezi ezt a rendezvényt. Teheti mindezt egy sikeres Európai Uniós projekt keretében, ami a jövő iránytű elnevezést viseli. A mai nap nem csak a kultúráról, a turizmusról és a kerékpározásról szól, hanem van egy bűnmegelőzési célzata is a mai programnak, hiszen a közel 20 kilométeres kerékpártávot lebiciklizve a kastélynál a Füzesabonyi Rendőrkapitányság munkatársai fogják a kerékpárokat regisztrálni, ami majd esetleg egy későbbi kerékpárlopás során lehet majd sikeres felderítés. Család, barátok, kicsik és nagyok pattantak kerékpárra szombat délelőtt. A tapasztalatok azt mutatják, egyre népszerűbb a füzesabonyiak között a két út közre meghirdetett túra. Én nagyon örülök annak, hogy évről évre egyre több jelentkező van. A tavaly évben közel 100 fő vett részt a rendezvényen, az idei évben pedig várakozásuk alapján több mint 100 ember csatlakozik a kerékpártúrához. Teszik ezt Szihalomról, Mezőszemeréről, Egerfarmosról, Füzesabonyról és még Egerből is jönnek. Jellemzően diákok, óvodások, kísérők, szülők, óvodapedagógusok, iskolapedagógusai, valamint az intézményünk munkatársai. A résztvevők között szép számmal képviseltették magukat a nyugdíjas korosztály tagjai is. Van olyan nyugdíjas, olyan szép ura, aki már a tavalyi évben is részt vett a túrán, illetve hát nagyon örülök annak, hogy idén még többen csatlakoztak ehhez a rendezvényhez, illetve Szihalomról várható még, hogy ha nem is kerékpárosan, de buszközlekedéssel fognak a kastélyban megjelenni. A túrázók Mezőtárkány felé vették az irányt, majd a falut elhagyva Egerfarmos felé kerekeztek. Közel 150-en értek célba a két ütközi Gréfül kastélyhoz. A majorságban üdítővel és süteménnyel várták őket. A rendőrség pedig elvégezte a kerékpárok regisztrációját is. Hátul meg hartam ezeket. Elülket és hátul. A szervezők szándéka szerint jövőre szintén megrendezik a túrát, a régi fényét egyre inkább visszanyerő kastélyhoz. A Szihalmi Önkéntes Tűzoltók és a Magyar Tárház közös szervezésében immár második alkalommal szervezték meg az önkéntes tűzoltó versenyt a tárház udvarán. A csapatok vízeszerelési feladatban és ügyességi pályán mérték összetudásukat. A vendéglátó Magyar Tárház nevében Márkus János igazgató köszöntötte a résztvevőket. Bélapátfalváról, Füzesabonyból és Tiszaelnáról érkeztek önkéntes tűzoltó csapatok. A Füzesabonyi Szent Flórián Egyesület tagjai már tavaly is ott voltak, az idén pedig 2 ifi csapattal neveztek a versenyre. Meg kell mondjam, nagyon köszönjük újra a felkérést Szihalom részéről a tárházban, hogy itt lehetünk. Nagyon jó hangulatú versenyen voltunk a tavalyi évben, és reméljük, hogy ez a mai nap ugyanilyen jó hangulatban fog eltelni. Mi alapvetően két versenycsapattal jöttünk, egy fiú és egy lány ifi csapattal, illetve természetesen elkísértek bennünket a tűztörpjeink is. És minden mellett, hogy ma itt játékos formában sportolunk, versengünk egymással, ezen túl természetesen főzünk is egyet, és Tóth János vezérletével készítünk egy fejedelmi ebédet. Ragó Attila elnöktől megtudtuk, az utánpótlás nevelés szerves része az egyesületi életnek. Az egyesületünknél ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos terület. Bizonyára sokan tudják Füzesabonyban, hogy mi ad egy önkéntesek vagyunk, tehát mindenki munka mellett végzi a tevékenységét, és azok a tagok, akik vonulnak évi 60-70 alkalommal, ők viszik az egyik gerincét az egyesületnek. Ezen túlmenően természetesen az utánpótlás, a fiatalokkal, a gyerekekkel való foglalkozás az nekünk szívügyünk. Jelenleg is több mint 40 gyerek van az egyesületnek a tagjai között, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy sokan szánnak arra időt és energiát, hogy ellátogassanak hozzánk,
tanuljanak hasznos dolgokat, illetve sportoljanak, mozogjanak. A hagyományos vizes szereléses versenyszám mellett ügyességi pályán is be kellett mutatni rátermettségüket a résztvevőknek. Tőlünk jobbra ott lent, majd látni lehet, ott vannak a hagyományos vizes szerelések, amik igazi tűzoltó feladatok. Itt pedig különböző ügyességi versenyek vannak, amelyek egy részét tavaly már láttuk, például a tűzoltókészülékhajító verseny, de az idén is látok olyan újdonságokat, amelyekre szerintem nem tudtunk előképpen felkészülni, hiszen például ilyen nagy rönköket nem görgettünk, vagy van még egy általunk is ismeretlen funkciójú pálya. Ezek bizonyára sok-sok fejtörést fognak okozni, megoldjuk, és sokat fogunk nevetni rajta. A vizes szereléses versenyre hosszan készültek a csapatok. Felhajtogatták a tömlőket, beállították az osztókat és a csapokat. A tiszanánaiak után következtek a füzesobonyi ifik. Márkus János a tárház őszi programjáról kérdeztük. Szeptember folyamán, szeptember 29-én a Kisbocs Babamama Egyesület főszervezésében lesz az egészségnap. Az egészségnapon a tavalyi évhez hasonlóan szintén neves fellépővel, most az idén Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője lesz a vendégünk. Ezen kívül a GINAP 3.3.3 pályázati források segítségével a környező településeken, Egerfarmos, Dormánd, Besenyőtelek, Mezőtárkány, Mezőszemere, Tiszanán, Átány, Kömlőről fogad a tárház 45 év fölötti embereket, elsősorban inkább közülük is a nyugdíjasokat, ami pályázat lényege, hogy a digitális világ, a digitális eszközök megszerettetése, megismertetése azzal a korosztállyal, akik ezzel nem igazán foglalkoznak, de hogy mivel mindenkinek a mindennapjaivá válik ezen eszközök használata, ezért nyújtunk nekik ebbe segítséget. Ezzel kapcsolatban lesz még 9 rendezvényünk. A Besenyőtelki Lovas Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal rendezte meg fogathajtó versenyét. A vasárnapi megmérettetésen 57 kettes és egyes fogat mérte össze tudását C és D kategóriákban. A versenyre 5 megyéből érkeztek hajtók, ami a heves megyeiek számára a C kategória záró fordulója is volt a megyei bajnokságban. Idén már 4. alkalommal szervezte meg a Besenyőtelki Lovas Hagyományőrző Egyesület fogathajtó versenyét, ami a megyei bajnokság döntője is volt egyben. 57-en indultak C és D kategóriában egyes és kettes fogattal, valamint póni fogattal. A versenyt 2015-ben hiánypótló céllal indították el. A településen 5, míg a megyében körülbelül 30 fogathajtó él, akiknek nem volt lehetőségük megyei versenyeken indulni. Heves megyében nem rendeztek versenyeket. 23 évig nem volt heves megyei bajnokság, és úgy döntöttünk itt a Besenyőtelki fogadt tulajdonosokkal, hogy alakítunk egy egyesületet, és ez lett a Besenyőtelki Lovas Hagyományőrző Egyesület. Ennek most jelenleg közel 30 tagja van. Ide tömörödnek be a heves megyei fogadhajtók ebbe a Besenyőtelki Egyesületbe, és 4 évvel ezelőtt bajnokságot indítottunk. Először csak 3 faluba volt, most jelenleg már most nem is tudom összeszámolni, azt hiszem már 7 faluba, de fel tudom pontosan sorolni, mert kezdünk mindig Bélapát falvával, Poroszlóval, Feldebrővel, Szihalommal. Most besatlakozott utoljára Mezőtárkány, és az utolsó záró bajnoki forduló, az pedig mindig itt Besenyőtelek. A versenyeken mindenki 2 fordulóval indult, a C kategóriának komoly tétje volt, ugyanis ez volt a megyei bajnokság döntője. Több kategória van, különböző akadályokat kell legyőzni. Mondjuk, hogy a C kategória, ami a bajnokság ki van írva, nekik meg kell hajtani 20 pár sejbe akadályt, ami 170 cm-re van téve, ami azt jelenti, a hintónak a tengelytávol 150 cm, 10-10 cm-re lehet számolni.
Nem egyszerű meghajtani, nagyon ügyesnek kell lenni a hajtónak is, és nagyon-nagyon ügyesnek, idomítottnak kell lenni a lovaknak is. Ragó Zsolt C kategóriában indul általában, de elfoglaltságai miatt most a D kategóriában nevezett, ahol hibátlanul hajtott. Dr. Fejér Barna versenybíró azt mondta, megyei szinten rekordnak számít az idei indulók száma. C kategóriában 22, míg D-ben 16 hajtó rajtolt. A versenyre több megyéből is érkeztek. Ez a negyedik verseny, itt a Terki fogadhajtó verseny, a megyei kettes fogadhajtó C kategóriás döntő, ezért Zömében a megyén belüli fogatok érkeztek, de ezen felül Szolnok, Jászka, Nagykun, Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Borsod megye, Ózd, tehát nagyon sok helyről érkeztek hozzánk a fogadhajtók. A nevezők jól teljesítettek a pályán a bíró szerint. Egy szellősebb, lazább pályán kell bizonyítaniuk a hajtóknak, ezért nagyon sok hibátlan, alapidőn belüli hajtás született a D kategóriában és a póni fogatok között. A C kategóriás kettes fogatok számára természetesen, mivel ez a bajnoki döntő, nehezítettünk a pályán, de a fogathajtók itt is jól teljesítettek. Karkus János, köszöntjük a pályán, szintén egy versenyőterki versenyzőt, segédhajtója, édesapja Karkus János, versenyőterki hagyományőrző lovas sportegyesület hajtója, Nelson és Kacér, a két szürke lipicai, amelyet ma a túltalajos által készített intóba, könnyű magyar díszámba fogatolva mutat be nekünk. Ifjabb Karkus János több generációs lótartó családból származik, 3 éve kezdett el versenyezni, korábban D kategóriában indult, idén már a C-ben versenyzett, ami erősebb mezőnyt és versenyt jelentett számára. A C kategória, itt a sejba pár 14-et kell teljesíteni, itt a sejba párok közötti távolság az 30 centi a nyomtávhoz képest. A C kategóriában annyit változott a helyzet, hogy ott a nyomtávon plusz 20 centi van a sejbák között, és itt 20 sejbapárt kell teljesíteni. Itt már meg kell felelni egy előre kialakított vizsgának, mint elméleti, mint gyakorlati vizsgát le kell tenni, illetve itt ugye már orvosi követelmények is vannak, hogy valaki ebbe a kategóriába versenyezhessen. Azt mondta, mostanra kezd beérni a lósportba befektetett energia, idén is több versenyen indult. Voltunk idén a Hortobágyi Lovasnapokon, szerencsére el tudtunk jutni, és meg tudtuk magunkat mutatni. Ott egy elég neves mezőnyhöz sikerült negyedik, illetve ötödik helyet szereznünk, de tavaly voltunk C kategóriába első helyezettek is. Általában azért a középmezőny, ami nekünk van egyelőre még hitelesítve. A versenyőtelki hajtás egy apró hiba ellenére jól sikerült számára. Sajnos 2 verőhibánk volt, viszont alapidőn belül teljesítettük a pályát. Az eddigi résztvevőkhöz képest, az eddig teljes pályát teljesítő versenyzőkhöz képest egy, hát az élmezőnyben, én úgy gondolom az élmezőnyben vagyunk. Dani Marcell a családi hagyományokat követve 2014 óta versenyez, akkor még 2 pónival. 2016 óta hajtja a jelenlegi fogatját, amivel már B kategóriában indul sikeresen megyei és országos versenyeken. Most viszont C kategóriában nevezett. A tavalyi év B kategóriában az nem volt a legsikeresebb, az egy ilyen tanuló év volt. Ebben az évben már egész jól szerepeltünk. Eddig 3 versenyen indultunk B kategóriában, azból mind a hármat sikerült megnyerni. Úgyhogy eddig mondhatni, hogy jól sikerült. Még hátra van az országos bajnokságnak a döntője nekünk, Jászkara Jenő. A versenyekre heti 4-5 alkalommal gyakorol 1,5-2 órát. A vasárnapi mezőnyt erősnek ítélte meg. Nagyon népes mezőny lett itt, 57 fogat van. Nálunk is 20 fogat van, azt hiszem, a kategóriában. Jó, erős. Hát nyilván ez egy megyei döntő. Tehát itt azért mindenki próbálja kihozni magából a maximumot, de erős a mezőny, erős. Egyet ütöttem egy verővel, nem a legjobban sikerült, de egyébként nagyon jól mentek a lovak. Hát egy véletlen volt, mert a lovam rálépett véletlenül egy kicsit a sejbára, aztán leesett a labda, de erről most nem annyira nagyon tehettünk, de hát ez így sikerült, lehetett volna jobb is. A versenybíró úgy fogalmazott, hogy a jövő reménysége vagy lósportban mit szeretnél elérni? Hát cél az lenne, hogy minél többet elérjünk, minél nagyobb eredményt. Hát az idénre az lenne a célunk mindenképpen, szeretnénk megnyerni az országos bajnokságot.
eddig van rá reménység, van rá esélyünk, de hát akármi megtörténhet, bármi benne van. Dani Marcell C kategóriában kettes fogatával megnyerte a megyei bajnokságot, így ő képviselheti szűkebb hazánkat Szakolyban az országos döntőn. Indul az új évad az EGRI Polgárok Házában. A nyári szünetet követően visszatérnek a megszokott programok, a jogi tanácsadás, az EGRI Csillagszalon és a Hajrá Magyarok Klub is. Aktív őszre készül az EGRI Polgárok Háza, új programokkal és hosszabb nyitvatartással várja vendégeit. Mivel a Polgárok Háza egy szolgáltató intézmény, így várjuk már a megszokott programjainkkal ezek után is a vendégeinket. Itt gondolok arra, hogy minden héten jogaklubot szervezünk, minden hónapban lehet érdeklődni az ingyenes jogi tanácsadás szolgáltatásért. Újra elindítjuk az EGRI Csillagszalon programunkat, ami minden hónapban közéleti szereplőket szólaltat meg, és az évet pedig a karácsonyi rendezvényünkkel zárjuk, és a szokásos karácsonyi rajzpályázattal. Szokásos állandó programjaink a Kanasztakártyaklub, a pénzügyi és vállalkozási tanácsadás, és egy EGRI egészségügyi egyesületnek pedig két hetente vannak vendégei, akik azért kerestek meg minket, mert az EGRI Bartakovics Művelődési Központot éppen most felújítják, és mi biztosítunk a számukra helyet. Az épületben továbbá társasházi közgyűléseket és önkormányzati képviselői fogadóórákat is tartanak. A Hajrá Magyarok Klub viszont már szeptember 20-án várja a sportkedvelő közönséget. A kivetítő előtt elsőként a MOL-Vidi Európa Liga mérkőzésén szurkolhatnak. Pódiumbeszélgetések, filmvetítések, fotó és plakát kiállítás, valamint könyvbemutató várta az EGRI klasszikus filmmaraton közönségét. Múlt pénteken az Uránia moziban tartott megnyitó díszvendége volt Claudia Cardinale, a Volt egyszer egy vadnyugat című western klasszikus egyik főszereplője. Pénteken Egerbe érkezett Claudia Cardinale, a Volt egyszer egy vadnyugat női főszereplője. Ezzel elkezdődött az első EGRI klasszikus filmmaraton. A színésznőt a Kepes Intézet előtt köszöntötték a rajongók. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm díszvendégünket, Claudia Cardinale-ért. I'm very happy to be here. Thank you, all of you. Felkérem Habis László polgármester urat, hogy köszöntse ő is az EGRI közönséget, illetve a művésznőt. Hasonlóan rövid leszek. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük, azt gondolom, mi valamennyien EGRI-ek, a világhírű művésznőt, Claudia Cardinale-t. Azt hiszem, mindnyájunk számára álomszerű szerepeket mutatott be, illetve a Volt egyszer egy vadnyugat mindnyájunk számára meghatározó filmélmény. Mindenkinek örömteli filmnapokat kívánok, és köszönöm, hogy itt vannak. Well, I'm very, very happy to be here. You are fantastic, all of you. And I give you a big kiss. Egyrészt nagyon boldogok vagyunk, hogy Claudia Cardinale elfogadta a meghívásunkat, és hogy eljött Budapest, és Budapest után Egerbe is. A filmmaraton, amit tavaly hívtunk életre, az tulajdonképpen azzal a céllal került először megrendezésre, hogy a filmarchívum és a filmalap által restaurált magyar filmkincsek bemutatását lehetővé tegye Nagyvásznon, azaz moziteremben. És természetesen, amikor arról beszélünk, hogy a magyar filmek bemutatását elsősorban szeretnénk támogatni, akkor óhatatlanul felmerült bennünk a kérdés, hogy hát a magyar filmművészet az nem csak a határainkon belül létezett, hanem határainkon kívül is, és rengeteg olyan magyar vonatkozású filmalkotó és rengeteg olyan magyar vonatkozású film van a nagyvilágban, amelyeknek a bemutatását, amelyeknek megismerése, azt gondolom, hogy mindannyiunknak egyrészt örömet okoz, másrészt pedig valahol még az általános műveltség része is kéne, hogy kell, hogy legyen. Ebben próbálunk segíteni az ilyen típusú programokkal, hogy minden generáció megismerhesse, idősebbek újra felfedezhessék ezeket a filmeket, és a fiatalabb generáció pedig felfedezhesse őket. A köszöntők után az Uránia moziban pódiumbeszélgetésre várták a 80 éves színésztőt, ahol Gaj Krisztina, a TV Eger főszerkesztője beszélgetett vele a színészi pályájáról, az életéről. Tud franciául, olaszul,
angolul, de azt mondják, hogy amilyen nyelven az ember álmodik, az az anyanyelve. Ő milyen nyelven álmodik? My first language was French, because I'm born in Tunisia. Mivel ugye Tunéziában születtem, az első nyelvem francia és ez a legközelebb hozzá. I'm from Sicily. És hát ugye Szicíliában is voltam, ez a francia a legközelebb hozzá. And when I arrived in Italy, I didn't speak a word of Italian. És érdekes, amikor Olaszországban voltam, alig beszéltem olaszul. Then I had to study. But at school in Tunis we were speaking French and English. Mivel tunéziai vagyok, az iskolában franciául és angolul is beszéltünk. Ön tanárnak készült, de egy szépségverseny győzteseként jutott ki a Velencei Filmfesztiválra. Producerek hada rohanta meg önt, mint gyönyörűséges fiatal nőt. Mégis úgy ment haza, hogy azt írták önről a lány, aki nem akar filmezni. Mi fordította ezt meg? I didn't want to be actress because I have a sister, very beautiful, and she wanted to do cinema, but I didn't want to. I want to be exploratrice or professor in the school. Én nem is akartam színésznő lenni, mert van nekem egy nővérem, aki színésznő volt. Én tanár akartam volna lenni és kutató. And one day in Tunis, it was the election of the most beautiful Italian girl of Tunis. And I was with my mother, father, sister, and brothers, and all the girls were on the park. And suddenly the man who was presenting, he came down and he put the thing to me. I didn't present myself. Amikor Tunéziában voltam, akkor volt egy verseny a legszebb olasz lányok számára, és hirtelen engem kiválasztottak, és ez egy nagy meglepetésként ért. And when and he gave me as a prize the festival in Venice. És az volt egy utalma, hogy elutazhattam a Velencei Filmfesztiválra. And I was with my mother because I was very young, I was 16 years old. All the producer, metteur en scène, everyone, they asked me to do cinema. I said, no, I don't want to do cinema. És anyámmal voltam, édesanyámmal, meg nagyon fiatal voltam, és már a producerek ugye megkörnyékeztek, hogy vegyek részt a mozikban, a filmekben, de én nem akartam egyáltalán. And the incredible thing is I start when I was 16 years old with Omar Sharif, Goa. And I was an Arabic person. And many years after, the director, he wrote a book and he said, Claudia, start with me. And he put on the cover me in bikini. Why I put the veil? És tulajdonképpen én Omar Sharif egyik filmét láttam, a Goát, ami egy arab emberről, arab világról szólt, és később egy könyvet is írt a film rendezője, amelynek én kerültem a borítójára, amit mindig is furcsának találtam. Claudia Cardinale mellett több hírességgel is találkozhatnak még keddig, mint Katinka Faragó, Szabó István, Koltai Lajos, valamint Koltai Róbert. A filmmaratonon az elmúlt évtizedek magyar és világfilm terméséből láthat válogatást a közönség a Nemzeti Filmarchívumnak köszönhetően. Az utóbbi években számos filmet újítottak föl, mint a 8,5, a Volt egyszer egy vadnyugat, a Mephisto, a Tűz van babám, a Sose halunk meg, vagy az animációs filmek közül a Macskafogó. A vetítéseket az Urália moziban is a Kepes Intézet előtt tartják. A Mohácsi csata az utókor szemével, vendégünk a stúdióban Varga Dániel történész. 492 éve, 1526. augusztus 29-én történt a Mohácsi csata, ami a nemzeti emlékezetünkben egy tragédia. Ez a csata mennyire volt egy igen jelentős, de vesztes csata, vagy mennyire jelentette az akkori magyar államiság megszűnését és a 150 éves török uralom kezdetét? Dániel. Szervusz Péter, üdvözlöm a kedves nézőket! Inkább az előbbire voksolnék, ahogy egyébként a mai történetírás is ezt teszi,
ugyanis ez egy jelentős csatavesztés volt, tehát az ország haderejének egy jó része megsemmisült. Ugye egy 25 ezeres sereg állt ki a 60 ezeres török sereggel szemben, de ahogyan a 60 ezeres török sereg nem volt a török birodalom teljes ereje, ugyanúgy a 25 ezeres magyar sereg sem volt a magyar királyság teljes ereje. Tehát nálunk még voltak más bevethető erőforrások is. Ugye Szapolyai János, Erdélyi Vajda, körülbelül 10 000 embere, Frangepán Miklós délvidékről érkező hadai, akkor a második Lajos csehkirályságából... Ne szaladjunk előre. Egyelőre nézzük meg, hogy kivel állt szembe a magyar királyság, ki volt a magyar király, és a török oldalon ki volt a török szultán. Hát ugye a magyar király második Lajos volt, egy 20 éves fiatalember, Ulászlónak a fia. Hát 15 évesen került hatalomra, nem igazán rendelkezett nagy tapasztalatokkal. A diplomáciában egy elég komoly hibát vétett, ugyanis a török szultán és a török birodalom eredeti célpontja nem Magyarország lett volna, hanem Bécs. Ő, mivel szövetségben állt a Habsburgokkal, mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy megpróbálja megállítani a török szultánt és a török sereget. Csak hogy nem voltak ugyanazok az erőviszonyok, mint annak idején, mondjuk Hunyadi Mátyás idejében, amikor még ugye a török birodalom gyengébb volt, a magyar királyság meg jóval erősebb. Tehát akkor körülbelül egálban volt a két erő. Meg is lett az eredménye, ugye ezek voltak Mátyás király sikeres hadjáratai, és a Magyarország akkor virágozhatott. Ez volt a középkori szárnyalás utolsó epizódja Magyarországon. Sajnos néhány évtized alatt a nemzetközi helyzet nagyon megváltozott. A törökök, amik egy, hát egy ilyen kisebb ázsiai birodalomnak számítottak, bizonyos európai területekkel, egy regionális világbirodalommal nőtték ki magukat. Nem csak Szulejmán a szórításainak köszönhetően, aki a Mohácsi csatában is részt vett, hanem már az édesapja, Varszelim is nagyon komoly hódításokat indított. Igaz, hogy ő kelet felé, ő a síták ellen, a Szafavida perzsa királyság a Sah birodalma ellen harcolt, de rettentő nagy sikereket ért el, hatalmas területeket csatolt hozzá, ugye Észak-Afrika, ázsiai területek, és ezek mind-mind alattvalókat, nyersanyagokat, pénzt jelentettek a török államkincstárnak. Gyakorlatilag az adott korban az egyik legnagyobb erőforrásokkal rendelkező birodalom az a török birodalom volt. És emellett meg kell említeni, hogy sokan a törököket mindig ilyen keleti barbároknak tartják. Ugye hát a régi magyar, nem is a történetírás, hanem inkább ezek a 19. századi magyar írók, akik egyébként csodálatos regényeket írtak, ugye igyekeztek a keresztény civilizációnak a felsőbbrendűségét hangoztatni. Valójában a törökök egy nagyon fejlett államigazgatást hoztak létre, ami az adott pillanatban jóval fejlettebb volt, mint a miénk. Tehát ezt utána Magyarországon is meghonosítják majd, pontosan ezeken a területeken, itt az ország közepén, amit majd aztán sikerül elfoglalniuk, de ez azt jelentette, hogy ők hamarabb és nagyobb erőket tudtak a csatamezőre kivinni, amik jobban szervezettek voltak, és modernebb felszereléssel voltak felszerelve. Azon kívül a harcmoduluk is modernebb volt. Ebben a korban a legfejlettebb katona az a zsoldos katona volt, vagy a janicsár. Mind a kettő harcra volt kiképezve gyerekkorától. Sajnos nálunk ilyen kevés akadt. Több ilyen úgymond mítosz is kötődik ehhez a csatához. Az egyik mítosz még a szocializmus idejében, még nekünk is ezt tanították, hogy a dózsaféle parasztfelkelés után az urak nem hívták fegyverbe a parasztokat, és ezért történt ez a csatavesztés. Utána volt egy másik, hogy végül is a zászlós urak, a magyar zászlós urak, azok cserbe hagyták a királyt. Itt egy egészen icipici haderő csapott össze, ez nem is volt olyan jelentős, semmi esélye nem volt. Mennyi az igazság? Mit mond a mai történetírás erről? Hát pont ez annak idején még külön téma is volt az egyetemen. Volt egy olyan tanárom, aki pontosan ezzel foglalkozott, és ő mindig a legmodernebb forrásokat kutatta. Hát ez a szocialista megközelítés, ez azért volt ilyen, mert ugye ez propagandisztikus volt. Hangoztatni kellett, hogy a paraszt, a nép egyszerű gyermeke, ő az országnak az igazi ereje.
ami gazdaságilag így is volt, de katonai értelemben nem sokat ért. Mint ahogy mondtam, hogy egy zsoldossal szemben még egy nemes úr sem, aki néha eljár vadászni, évente párszor előveszi a kardját, az sem veheti fel a versenyt egy janicsárral, aki gyerekkorától kezdve harcra képeznek és folyamatosan gyakorol, mint egy mai modern kommandós például. Olyan, pontosan ugyanolyan szinten volt abban a korban. Hát mit ért volna egy kiegyenesített kaszás parasztember, aki ugyan hitbuzgalommal, óriási bátorsággal a szívében kimegy, és az első ágyú lövésre azonnal hátat fordít, és már is azonnal hátba lövik. Vagy mondjuk neki támad a török janicsároknak, akik a kor egyik legfejlettebb puskáját tartották a kezükben, és azonnal agyon lövik a csatamező közepén. Tehát még a lovagok is így jártak, nemhogy a parasztok. Ezen kívül ugye miért kellett hangoztatni azt, hogy a nemesek cserben hagyták? Ez természetesen nem igaz, a halálos áldozatok között ugye meg lehet nézni az oklevelekben, a nemesi családok ugye vezetik a származásukat, hogy a elhalálozások is ott vannak, hogy mikor, melyik nemes úrnak a családtagjai hol hunytak el, hogy ezek a birtokviszonyok miatt fontosak. Tehát pontos információink vannak, hogy 1526-ban milyen nemesi család mennyi embert veszített, és majdnem 500 nemesi család, jelentős nemesi család tagja maradt ott a Mohácsi csatában. Az ország 30 legfontosabb nemes ura, tehát körülbelül 30 ott maradt, tehát ott maradt a kalocsai érsek, ugye Tomori Pál, akkor az esztergomi érsek, grófok, ispánok, tehát magyarul nem csak a katonai erejének egy jelentős részét vesztette el a magyar állam, hanem közigazgatásilag is, és egyházi értelemben is kulcspozícióban lévő embereket. Tehát ezek az emberek nemhogy elbújtak volna a kastélyaikba, hanem a királlyal együtt meneteltek. Azok, akik időbe oda tudtak érni. Aki nem tudott odaérni, az a logisztikai viszonyok miatt nem tudott odaérni. Tehát nem csapatszállítóval, teherautókkal vitték aszfaltos utakon a hadseregeket, amik egyébként még a mai csatamezőkön is előfordul, hogy nem érnek oda időbe, természetesen a második világháborúban is megtörtént, összehasonlíthatatlanul jobb logisztikai viszonyok között. A középkori útviszonyokra Magyarországon leginkább az jellemző, hogy a legtöbb ilyen út se volt. Tehát ezek kitaposott földutak, amik az első esőzésre totálisan mocsárra áznak, benövi őket a fa, tehát nem voltak karbantartva. Hát ugye maga a török sereg, ez a modern katonai erő is egy hetet késlekedett, amíg a Karasica nevű mocsárvidéken át kellett kelniük. Tehát a folyókon is, meg a folyók melletti mocsarakon is úgy keltek át, hogy az utászok hidat építettek. Feltöltötték a mocsarat, tehát gyakorlatilag létre kellett hozni egy infrastruktúrát, amin keresztül haladhatnak. A másik, ami ilyen úgymond mítoszt, hogy volt egy magyar úr, egy igen neves magyar úr, Szapolyai János, aki a magyar trón várományosa is volt, és hogy ő cserbe hagyta a királyt. Szapolyai János erdélyi vajda, ugye, aki később első János néven király lesz. Tehát ő már 1526 novemberében meg is koronázzák, ugye, pár hónappal szegény Lajos király halála után. Ez sok ember szemében egyfajta árulás volt, meg ugyanúgy az is, hogy ő a seregével csak Szegedig jutott, és ugye Szeged Mohástól elég messze van. Na de, a valós tények azt mutatják, hogy először is nem szóltak időben Szapolyai úrnak. Másodszor is többször kapott ellentmondó utasításokat, tehát volt, amikor azt mondták neki, hogy inkább ő maga is kezdjen támadásba a törökök ellen, aztán, hogy jöjjön mégis egyesülni, és azon kívül Szapolyai leveleket írt, amiben arra szólította fel a királyt, hogy mindenképpen várja meg őt. Tehát ezek a levelek egyrészt bizonyíték annak, hogy nem akart ő kimaradni a csatából, másrészt okosan mérte fel a helyzetet, hogy talán egy kicsit több esély lenne, ha még az ő 10 000-nyi hada, tehát ugye ezek az erdélyi haderő, szászok, székelyek, ezek is ezért értettek a fegyverforgatáshoz, hogy ők is csatlakoztak volna. Tehát ez az egyik, a másik valóban a trón várományosa volt, egészen addig, amíg második Lajos királyunk meg nem született. Tehát Ulászló, Lajos király édesapja, ő megígérte neki a trónt, arra az esetre nem születne fia. De amint fia született, onnantól kezdve ez el volt felejtve. Hát ezt Szapolyai János el is fogadta, a mai nap úgy tűnik, tehát arra bizonyítékokat nem találtunk még, hogy ő az alatt a 20 év alatt folyamatosan intrikázott volna. Mert ugye aki nem fogadja el a helyzetét, az egyfolytában próbál
pártütéseket tervezni, amit az adott korban ugye így mondták ezeket a hatalmi intrikákat. De erről szó sincs. És még egy bizonyíték szól amellett, hogy az erdélyi vajda, tehát ez a török barátság, ugye, hogy ő előbb-utóbb lepaktál a szultánnal. 1529-ben már a szultán vazallusaként vesz részt és a Habsburgok ellen a Magyarország földjéért folyó harcokban. De hát ez egy kényszerhelyzet volt. Eredetileg ő ugyanúgy a török ellen készült. Tehát amikor őt királlyá választották, sok ember, sok nemes úr azt hitte, hogy Hunyadi Mátyás ideje tért vissza, hogy végre van egy nemzeti királyunk, most már nem idegen uralkodik, ugyanúgy, mint hogy Mátyás is úgy mond, a magyar nemesség soraiból emelkedett ki, és majd ugyanez lesz, mint akkor, hogy csak hát az idő megváltozott. Tehát 1458 és 1526 között elég sok év eltelt, és a világ egy hatalmasat fordult. Véget ért a középkor, elkezdődött a kora újkor, teljesen más haderőnemek, ugye a nagy felfedezések korát érjük, a reformáció korát érjük, megváltoznak az erőviszonyok, Európa helyzete is megváltozik, az európai nagyhatalmak helyzete is, és itt már Szapolyai János véletlenül se tudott volna, bármennyire is akart olyan nemzeti király szerepet játszani, mint annak idején Mátyás az adott hatalmi helyzetben. Térjünk vissza a csatára. Hogyan alakult az ki? Tehát a középkori hadviselés, hogy egy bizonyos helyszínen vívják a csatát. Tehát, hogy ez hogy alakult ki, hogy pont Mohács, a Mohácsi síkra esett a csataválasztás? Hát nagy valószínűséggel, bár a török történetírás manapság igyekszik ezt egy kicsit megváltoztatni. Ugye ez a török hadászatnak az egyik legfényesebb győzelme. Törökországban elvileg még a mai történelem könyvekben is úgy tanítják, hogy körülbelül 1000 török halt meg, és ugye a mi veszteségünk az kb. 14 000 fő. Ami ez a része valós, de természetesen a törökök közül is többen haltak meg, csak ez egy olyan gyors és villám siker volt, törököknek Magyarország egy komoly ellenfélnek számított az 1300-as évek végétől. Egész az 1500-as évek első harmadáig ki tudtunk tartani, ők sem hitték el, hogy ilyen gyorsan le tudnak győzni minket két és fél óra alatt. Na de... És igyekeznek beállítani, úgy, mint a Szulejmán ezt tudatosan csinálta volna, és pontosan ő választotta volna ezt a tökéletes helyet, a Mohácsot. Ez nem igaz, se Szulejmán nem választotta, de nagy valószínűséggel mi magyarok sem. Tehát odáig jutott el Lajos király, hamarabb odaér. Augusztus 24-ére odaér a hadaival, Szulejmán 28-án jelenik meg. A teljes sereggel. Ugye előre küldött már különféle alakulatokat, több várat is elfoglaltak, kisebb erőségeket, amik az útjában voltak. Ezeket nem kellett hozzá az egész török sereg, a ruméliai alakulatok Ibrahim nagy vezér vezetésével is könnyűszerrel elfoglalták. A ruméliai alakulatok, amit mondasz, tehát ez az európai haderő. Így van, a törökök európai tartományaiból toborzott haderő. Ez egy 15 000 fő volt körülbelül, tehát majdnem akkora, mint a magyar sereg. Mellette volt az anatóliai haderő, az ázsiai tartomány, ez is 15 000. Körülbelül volt egy 20 000 fős haderő még, amit maga a szultán hozott, ezek a főnemes urak haderei. Ugye hát ez mint azt mondanánk, hogy egyfajta császári haderő, ezt úgy hívták, hogy a portai alakulatok. És emellett volt még 8 000 janicsár. Tehát ha ezt így összeadjuk, akkor ez azért jóval több, mint 25 000 fő. És hát itt azért az erőviszonyok azonnal mutatja, hogy ha még fejletlenebb sereg lett volna a miénknél, akkor is nagy valószínűséggel tudnak győzni, de egyáltalán nem volt fejletlenebb, sőt, sok tekintetben fejlettebb. És volt szansz egyáltalán arra, hogy a magyar sereg győzelmet arasson? Hát vagy egy döntetlennel elhagyja a csatamezőt. Tehát volt olyan, amikor érezhették azt a magyarok, hogy ez az ütközet, ez megnyerhető? Volt egy olyan pillanat, sajnos tévesnek bizonyult, ugye miért kezdődött el 29-én? A szultán egyrészt, ahogy a sereg átkelt ezen a már említett karasicai mocsárvidéken, annyira elfáradtak, hogy 28-án a szultán elrendelte, hogy másnap inkább tábort vernek, és nem kezdenek csatába. Emellett ugye hát figyeltek, előre küldtek bizonyos alakulatokat, látták, hogy ott vannak a magyarok is, de nem gondolták, hogy a kisebb hadsereg meg fogja támadni a nagyobbat, és a szultán nem akarta a fáradt katonáit belevinni a harcba. Ezt észrevették a magyarok, hogy a törökök nem támadni próbálnak, hanem tábort vernek. És egy picit felvillant az esélye annak,
hogy hátha a meglepetés erejével képesek győzelmet aratni a jóval nagyobb erő felett. Egyébként Nándorfehérvárnál ugyanezt történt, hogy a meglepetés erejével okoztak egy hatalmas zavart. Csak ne felejtsük el, hogy ott a szultán is egy majdnem halálos sebet kapott, és ez aztán tényleg meglepetés volt. Most erről szó se volt, Szulejmán élete az első pillanat az utolsóig biztonságban volt, rá saját 20 000-es katonasága vigyázott, és még előtte ott volt a 8 000 janicsár. A magyarok ugye 29-én egész délután 3 óráig várnak a csatával, már reggel kiállítják a katonákat. Ugye augusztus 29-e az általában egy meleg nap szokott lenni. A leírások alapján, nem csak a magyar, hanem a török leírások alapján, például maga Szulejmán is naplót vezetett, és ezt is ugye olvasták a magyar történészek, olyan meleg volt, hogy egyes magyar vitézek összeestek a saját páncéljük súlya alatt, tehát napszúrást kaptak. Leestek a lóról, összecsuklottak, és egész délután 3-ig ott áldogáltak. Akkor már egyrészt elfogyott a türelem, másrészt látták, hogy a törökök csak a táborveréssel vannak elfoglalva, és egyszer csak megcsillant ugye ez a remény, amiről most beszélünk, és akkor a magyaroknak a Batthyány Ferenc Horváth Bán által vezetett egység, ez kb. 5 000 fős egység, rárontott a romániai alakulatokra, ez egy 15 000 fő. Igen ám, tényleg megzavarta őket, mert tényleg leginkább a táborveréssel voltak elfoglalva, sikerült is egy rövid időre szétzavarni őket, csak hát ott volt a török janicsárság, ki azonnal beavatkozott. Ezek hátráltak, és ugye a török sereg egy dombról jött lefelé éppen, ugye magaslati pozícióban volt. A janicsárság mellett ott volt a török tüzérség az ágyukkal. Magaslati pozícióból mindig jobb harcolni azok ellen, akik lentről támadnak. Tehát természetes, hogy kényelmesebb lefelé lövöldözni, mint fölfelé, és hát ekkor Tomori is beavatkozott, ugye ő a magyar hadsereg legértékesebb erejét vitte, többek közt azt az 5 000 zsoldost, akit a Budapesten a pápa követe, Antonio Giovanni di Burgio a Vatikán pénzén toborzott nekünk. Tehát azt nem szabad állítani, hogy a külföld nem segített volna. Tehát több mint 5 000 zsoldost, cseheket, morvákat, németeket. Ezek a világ legjobb katonái. Világ legjobb katonái, így van. Na és ők voltak egyébként, akik a legnagyobb veszteséget okozzák majd, és ők a végső pillanatig kitartanak, ugye hát nekik soha nem adtak a zsoldosnak kegyelmet. Ők is beavatkoznak, mennek segíteni, Batthyányékkal fellelkesednek. Ekkor, amikor ezt meglátja a szultán, akkor ugye beavatkoznak a 8 000 janicsár, janicsárság sortüzet ad, nem is egyszer, ez azonnal elpusztítja a Batthyányi féle alakulatokat, és egy állóharc alakul ki a Tomoriékkal. Tomori meglátja, hogy ez nem lesz jó, mert ugye a törököknek anatóliai csapataik is vannak, amiket Behram pasa a másik oldalról elindított, és azokkal szemben már egy jóval kisebb magyar erő tudott csak szembeszállni, Perényi Péter ispánnak a csapatai. Tehát itt körülbelül egy ilyen 2-3 000-es erő szállt szembe azzal a másik 15 000 emberrel, és még ott volt hátul a szultán 20 000 ember, akik szintén jöttek. És ekkor volt az a pillanat, hogy Tomori felismerte, hogy jó lenne hátrálni vissza, és valahol máshol megkísérelni, tehát nem itt a domb tövében. Ekkor valószínűleg Tomori halálos lövést kap, és ezt a törökök kihasználják, azonnal a szultán a holttestet lefejezteti, és kitűzik egy láncsára, mutatva, hogy nincs meg a vezére a seregnek. Ez felelkesíti egyrészt a törököket, másrészt magának a vezérnek a hiánya. Ugye Tomori nem csak érsek volt, hanem egy kiváló hadvezér, tehát őt is sokszor szitta a régi történetére, hogy micsoda ostoba volt, hogy csak úgy neki ment janicsárok sorfalának. Igazából nem is lehetett más tenni, ha lett volna egy esély, akkor az ez lett volna, hogy táborverés közben megzavarják. Innentől kezdve viszont szétbomlanak a magyar hadrendek, és a legnagyobb hatással a magyar történelemre a csata egy kis mozzanata van, tehát itt ugye ez a magyar haderő megsemmisül, mert ugye körbeveszik a szultánnak a portai hadai az egyik oldalról, a másik oldalról az anatóliai lovasság elpusztítja a Perényi alakulatokat, és bezárul a gyűrű. A zsoldosok tartanak ki még egy másfél órán át, őnekik puskáik vannak, pikások védik őket, tehát ez egy ilyen modernnek számít az adott korban, ugyanúgy, mint a janicsárok, de ugye a túlelő itt is győz. Tehát ők osszák a halál, de a végén őket is az utolsó szálig lemészárolják. Igen ám, csak sajnos a legnagyobb probléma az, hogy ugye II. Lajos királynak volt egy 2 000 fős nehéz lovasság, aki csak a királyt őrizte. Ez volt a királyi, hát mint egy testőrség. És a csata legelején a szultán egyik jó embere, Báli Bég, a Bartalóc alakulataival megkerüli a magyar sereget, és megjelenik a király hátában.
Ezzel semmi különösebb probléma nem lett volna, mert ugye az akindzsik, meg az asszabok, ezek a martalóc katonák, ezek nem is sokszor nem is török nemzetiségűek voltak, egyszerűk és könnyű karddal felszerelve, vértjük se nagyon volt, ezek nem lettek volna ellenfelek a nehéz lovasságnak. Csak hogy a nehéz lovasságot elengedték, és azt mondták, hogy jó, akkor ezeket állítsátok meg. Ott hagyták őrizetlenül a királyt. Na innentől kezdve kérdéses, hogy mi történt második Lajossal. Egyes források szerint a menekülés közben leesik a lováról, és a sérülés következtében ugye a páncél egy fizikai erőhatástól rászorul a király testére. Képtelen belőle kibújni, tehát ez egyrészt lassítja a menekülést, másrészt a legvégén a források egyes részei szerint ugye megtalálják a holttestét a cselepatakban, ugye belefulladva. Tehát mondjuk, ha az emberre rászorul a páncél, még ha amúgy kiválóan is tud úszni, ami egyáltalán nem biztos, hogy tudott, akkor is halálos lehet, ugye? Tehát egy nehéz páncél az ember képtelen. Főleg, ha még ráborul a ló, és attól is megsérül. De itt egy kicsit bizonytalanok a források. Egy biztos, Lajos király meghal a csatában. Vannak olyan visszaemlékezések is közvetlen szemtanúktól, hogy megölik a királyt. Igen, az ezzel a probléma, hogy általában olyan emberek mondták ezt, akik szapolyai politikai ellenfelei voltak. Tehát Szapolyairól egy idő után már a vizes leperőt is le kellett rántani, mert hát a Habsburg párt emberei, ugye mi történik akkor, amikor meghal második Lajos? Magyarország király nélkül marad. És honnan kell a következő királyt választani? Egyrészt az ország egyik fele nemzeti királyt akar, ugye volt 1505-ben egy országgyűlés. Térjünk vissza, tehát a Mohácsi csata egyik legsúlyosabb következménye az, hogy király nélkül marad az ország. Így van, ez magának egyébként Szulejmánnak is fejtörést okozott. Tehát ő nem akarta megölni második Lajost, hanem ő meg akarta leckésztetni, hogy utána megalázottan oda járuljon elé, elfogadja a török hadakat a magyar várakba, és innentől kezdve biztosítva legyen a török hadjáratra, a következő nagy török hadjáratra, a Bécs felé vonulásra, az a hátország. Adót kellett volna fizetni, nem egy ország járt így egyébként a törökök szomszédságába. Eredetileg is ezt ajánlotta egyébként, tehát nem akarta mindenestől elfoglalni, sőt, ez neki egyébként magának a török birodalomnak sem volt túl kifizetődő, úgyhogy végül is Bécset soha nem sikerült, csak ezeket a nem túl értékes területeket, és ezekért meg folyamatosan háborúzni kellett. Tehát a szultánnak egyértelmű, főleg Szulajmánnak egy célja volt Rómába eljutni. Ugye megsemmisíteni a kereszténység második nagy központját. Ugye ahogy Konstantinápolyt megsemmisítette hódító Mehmet, az utóda, Szulejmán, több mint egy évszázad múlva szerette volna, pontosabban nem több, mint majdnem egy évszázad múlva szerette volna ugyanezt megtenni Rómával. És Róma útjába elsősorban Bécs állt. Tehát a Bécs volt az a vár, hogy mindenképpen ugye a német erőknek a központja, amit ha legyőz, akkor utána nyitva áll előtte Róma. Tehát ő nem Magyarországgal akart igazából vesződni, belement volna egy egyességbe. És így egy halottal nem lehetett megkötni. Azon kívül a Habsburgok azonnal bejelentették a trónigényüket a magyar trónra. Mert volt egy szerződés, ugye a második Lajos családja és a Habsburgok között, hogyha esetleg fiúörökös nélkül hal meg Lajos király, ami be is következett ugye itt 20 évesen, akkor a Habsburgok jogot formálnak a magyar trónra. Ez az, amit a magyar nemesség egyik fele nem fogadott el, és ők kit választottak meg? Hát egyértelmű azt a nemes urat, aki a legnagyobb haderővel rendelkezett, akinek esélye lehetett volna még a török ellen tenni valamit, ez volt Szapolyai. Innentől kezdve a Habsburg párti főurak elkezdték gyűrölni Szapolyait, meg hát nyilván előtte se nagyon szerették, és ők mindent megpróbáltak róla, mert ugye ez ilyen befeketítés, hogy ő már régóta is áhítozott a trónra, sőt, egyesek eljutottak oda, hogy ő szervezte meg a király halálát. Hosszú távon azért tegyük hozzá, hogy ez Szapolyainak sem lett jó. Tehát ugye az ő hadereje csak arra volt jó, hogy csatlakozzon a szultához. Tehát Szapolyainak egy vazallussá kellett válnia. Tehát még ha voltak is olyan álmai, hogy esetleg ő olyan lesz, mint majd Hunyadi Mátyás, egy nemzeti király, megközelítőleg sem lehetett olyan. Egy kis tartománynak, ugye az erdélyi részeknek, meg a kelet-magyarországi részeknek lett az ura, ami az akkori Európában nem számított túl soknak. Tehát a hatalmas török birodalom és az egyre erősebb Habsburg birodalom szomszédságában egy török vazallus államura.
Tehát ez nem sokkal volt több, attól, hogy őt királynak hívták, ez nem sokkal volt több, mint amit előtte is birtokolt. Hát ő erdélyi vajdaként amúgy is egy hatalmas nagy főméltóság volt. Hogyha megvonjuk a Mohácsi csata mérlegét, hogyan emlékezzünk mi utódok erre az eseményre? Tényleg ez egy, úgymond egy nagy trauma volt a Magyar Királyság történetében? Tehát ez az egy csata? Ez az egy csata nem. Ez az egy csata egy átmeneti zavart idézett elő a gépezetben. Hát maradtak ugye, amit az előbb is elkezdtem mondani, maradtak még alakulatok. Ugye délvidékről, akkor ott volt a vajdaság, tehát maguk a törökök is tudták, hogy vannak még magyar alakulatok, és nem is foglalták el, kirabolták Budát, de nem hagytak ott törzséget, aztán hazatért Szulejmán. És aztán majd 15 évvel később, 41-ben, ugyanezen a napon, augusztus 29-én Csellel beveszi Budát. Akkor határozza el végleg, hogy innentől kezdve kiépíti a török közigazgatást, és három részre oszlik az ország. Na de mi történt ez alatt a 15 év alatt? Ez az igazi tragédia, kedves Péter, hogy ezt a 15 évet nem arra használta fel a magyarság, hogy kiegyezzen még a fogcsikorgatva is a keresztény haderővel, a Habsburgokkal, vagy mondjuk Szapolyai elismerje, ugyanúgy maradhatott volna Erdélyi Vajda, elismerje a Habsburg Ferdinándot és a bátyját, 5. Károlyt, a világ akkori legerősebb hatalmát, ugye ő spanyol király is volt, német-római császárság erejével is rendelkezett, és kérje a segítségét. És mikor Szulejmán visszatér, mert Szulejmán aztán hamarosan visszatért, akkor ne egy ekkora hadsereg, hanem egy 3-4-szer akkora várja. Ez megtörtént, amikor Szulejmán 32-ben visszatér, akkor már persze a magyar erőket is viszi magával, vagy a szapolyai féle, akkor eljut Bécsig, de Bécs határában egy 80 000-es haderő várja, a legjobb spanyol zsoldosok, mert akkor 5. Károly küldi az öccsének Ferdinándnak haderőt, és nem mer velük megütközni. Igaz, fordítva sem történik, tehát a spanyolok se rontanak rá a nagyon jó török erőkre, de onnan nem mennek a törökök tovább. Ha ez a magyar határon történik, mondjuk Nándorfehérvár környékén, és onnan nem mer tovább jönni, akkor ez a csata annyi lesz, mint a Muhi. Hogy egy nagy vereség, rengeteg áldozattal, szörnyű vérveszteséggel, de utána folytatódik tovább az élet. És egyébként, tehát akkor nem lesz török hódoltság Magyarországon. Sajnos ez a szervezetlenség azt idézte elő, hogy a törökök egészen el tudtak jönni Budáig, sőt aztán a többi évtized alatt még tovább jutnak, és gyakorlatilag ez, a több mint 150 éves török uralom ennek lesz köszönhető. A Mohácsi csata az csak az elindítója volt ennek, és amúgy a kor leírásaiban, ezt is direkt megnézték, nem is vették ezt olyan nagy vereségnek, úgy voltak vele, hogy hát Lajos királynak vége, Lajos király embereinek vége, de hát vannak itt még magyar erők, tehát maguk a magyarok sem fogták fel igazából, hogy micsoda rettenetes veszély van, és hogy ez a veszély bármikor visszatérhet, tehát a törökök önszántukból hagyták el Magyarországot, nem menekültek, ők egy győztes seregként, és a győztes sereg bármikor visszajött, és vissza is jött. Tehát ez az, ami ellen sajnos nem tettünk semmit. Még a történelmi mítoszoknál maradva, a közelmúltban vetítette az egyik kereskedelmi csatorna egy nagyon népszerű sorozatot, török gyártású sorozat, ami Szulejmánnak az életét dolgozza fel, és többek között benne van ez a Mohácsi csata is. Hogyan lát? Láttad ezt a részt? Természetesen. És hogyan látod? Tehát a török oldalról mennyire követik a történeti hűséget? Hát a ruhák a török oldalon, meg a maga ez a külcsíny, az hiteles. Azon kívül, hát a törökök abszolút propagandisztikusan vannak ábrázolva, tehát azért azt tudni kell, hogy ez a törökök részéről egy dzsihád volt, egy muzulmán szent háború. Ugyanolyan kegyetlenséggel, mint amit ma a terroristák vívnak. Tehát ez az iszlám háborúi, azok általában a dzsihád nevében teltek. Tehát ott úgy mutatják be ebbe a sorozatba, mint a szultán a kultúrát hozta volna el ide hozzánk, az örökké ármánykodó, civakodó keresztény urak gyenge Európájába végre eljött az erős vezér. Azon kívül ugye, hát ott szegény Lajos királyunkat, egy 20 éves fiatalembert, igazából egy nemzeti hősünket életét adta hazáért, őt egy ilyen 40-45 körüli pocakos, intrikázó szerencsétlennek mutatják be, és hát az egész magyar sereg egy ilyen 200-300 fő körüli, ilyen nevetséges filmes páncélzatokba bújtatott, őrjöngő banda, aki ráveti magát a
jól szervezett török erőkre, akik természetesen egy sortűzzel lemészárolják az egészet, és aztán a végén a szultán oda megy, és könnyes szemmel gyászolja azt a kis janicsár fiút, aki meghalt, és az elején még meg is veregette a vállát, hogy jó van fiam, keményen kell ebbe a csatába, és elfeledkezik mondjuk azokról a magyar tízezrekről, akiket, a civileket, akiket hát több helyen is ugye lemészároltak a törökök, még abban az évben, miután ugye folyamatosan vették be a különféle településeket, hát ugye ott a Mocsárvidéken is, aztán ahogy haladtak Buda felé, Budán is a vérengzés, a rablás, tehát ebből nem igazán mutat semmit az, hogy a kultúrát hozó törökök azok nem csak a Koránt hozták az egyik kezükben, ami ugye persze belefért, mert a keresztény seregek ugyanúgy vitték a Bibliát délvidékre, ez egy vallásháború volt, ez természetes abban a korban, de hát a kardot is igen serényen forgatták, és nem csak katonák, hanem asszonyok meg gyerekek testébe is megfordították. Hogyan látod, mit tud az utókor kezdeni egy ilyen tragédiával? Tehát mit üzen nekünk Mohács, ha lehet egy ilyet kérdezni? Hát, hogyha külső ellenség van, egy veszedelmes külső ellenség, akkor össze kell fogni. Akkor félre kell tenni a kisebb nézeteltéréseket, és akkor a lehető legnagyobb erőt kell ellene kiállítani. És mert akkor ugye Habsburgok egy keresztény alternatíva lett volna. Ami ugye be is következett aztán. Hát ugye fel is szabadítják aztán. Az ő erejük az, ami Magyarországot visszaviszi, a teljes Magyarországot a keresztény útra, és az európai civilizációba bekapcsolja. Amit aztán Magyarország elér, ugye erről beszéltünk a reformkorban, meg az a fejlődés, ami aztán a monarchia idején lesz, ami egy az európai nemzetek élvonalába emeli Magyarországot. Az nem következett volna be, ha itt az ország török területté válik. Ugye láthattuk, hogy ez történt a Balkánnal. És a Balkánnak aztán kinkeservesen kellett a török új igaz lerázása után felzárkózni, és még ugye most sem tartanak ott. Ez Magyarország még fejlettebb lett volna, még könnyebben bekapcsolódik az európai vérkeringésbe, ha nem történik meg a török uralom. Ezek szinte pillanatokon múlnak, ezek a politikai döntések. De ha az ember szem előtt tartja azt, hogy ki az igazi ellenség, és ki az úgymond mondva csinált, fundamentalista ellenség, akit valami nem szeretünk, de hát végül is ugyanazt hiszi, amit mi, és ővele lehet egyezkedni, mivel a másikkal meg lehetetlen, mert Szulajmánra nem lehetett egyeztetni. Szulajmán, ő mindig csak az erőpozíciójából beszélt, azt tudjuk, hogy írt a francia királynak, első Ferencnek levelet, a franciák kuncsorogtak egy kis szövetséges, hogy ugye a franciák hatalmas birodalom volt, de kellett nekik egy szövetséges, és minden keresztény országot magukra haragítottak, és Szulajmántak kérték a barátságát. Szulajmán olyan levelet küldött, amiben az van leírva, hogy a francia tartományok fejedelme. Egy óriási királynak. Tehát Szulajmán mindenkivel lekezelően beszélt. Egy ilyennel nem lehetett egyezkedni, azzal kellett volna, akivel lehet. És nagyon meg kell nézni a modernkor történelmi szituációiban is, hogy a széthúzás az meddig ér. A széthúzás meddig terjedhet. Nem kell mindig mindenkivel egyetérteni egy olyan politikai helyzetben, ahol nincsen külső ellenfél, külső veszedelem nem fenyeget. Ez lehet egyébként gazdasági természetű is a modern korban. Modern kor háborút ugye nagyon sokszor gazdasági eszközökkel vívják. Ahhoz kell mindig húzni, aki jobban ránk hasonlít, aki jobban hozzánk tartozik, mert vészhelyzetben arra mindig jobban lehet számítani. Erre minket megtaníthatott a történelem. Köszönöm, hogy elmondtad ezt a sok információt. Ennyi fért mai műsorunkba, a riportjainkat megnézhetik a www.füzesabonytv.hu weboldalunkon és a Füzesabonyi Városi Televízió Facebook oldalán is. Én elköszönök Önöktől, viszontlátásra!